Kedves diákok, mai alkalommal keményítőt fogok elégetni, nem közönséges körülmények között. Azért nem közönséges körülmények között, mert a levegő oxigénje és a levegő oxigén tartalma nem elegendő ahhoz, hogy a keményítőt csak úgy elégessük. Ehhez egy kis oxidáló szert kell hozzákavarnom. Mai alkalommal káliumklorátot fogok használni ehhez, amely egy kis fehér só, bár szépen, szép kis kristályokat tartalmaz, a kísérletben annál jobb hatékonysággal fog dolgozni, minden jobban el van porítva. Ezért egy kis adagját dörös mozsárban el fogom porítani. Tehát kányoklorát. És pár mozdulattal, kis kapható mozdulattal, ugye a borítással gyakorlatilag a felületét növelem meg a kristályoknak, és minél nagyobb felületen érintkezik majd a keményítővel, a reakciónk annál sikeresebbnek várható. Hát még egyet tekerek jobbra, tekerek balra, és szerintem már elértük a megfelelő méretet. Vegyszeres kanállal egy kis porcelán tégelybe gyűjtöm össze az elporított káliumklorátot. Most szépen még azért minden cseppér kincs alapon, szépen kitakarítjuk. Így még. Jó, már is jöhet hozzá a keményítő a recept szerint. Hát az arányoknál arra kell ügyelni, hogy egy kicsivel több klorát legyen, mint keményítő. Tehát ki is lehetne pontosan is mérni, de a tapasztalat azt mondja, hogy így, hát még egy kicsikét rakhatunk, tehát úgy szemre is egy kicsivel több klorát legyen, mint keményítő. Szépen óvatosan összekeverem. Hát innentől kezdve arra kell ügyelni, hogy a éghető és az égés tápláló anyag most már együtt van, és nagy felületen érintkezik. Már csak arra vár az egész rendszer, hogy egy kis aktiválási energiát kapjon, és a folyamat, mivel exoterm, mint minden égés, ezért utána már önmagát katalizálja. Hát ehhez a reakció beindításához tömény kénsavat fogok használni. A tömény génsavról azért azt kell tudni, hogy eléggé veszélyes vegyszer, amelyet egy kéztörlővel, papírtörlővel szemléltetnék. Ebben az oldalban génsav található, tömény génsav, tán, ahogy legyöttettem, az állaga is látszik, egy kicsikét egy viszkózus, tehát egy kicsikét sűrű oldatról van szó. A kezünkre megy, nem esünk pánikban, szépen száraz, törlőruha mindig legyen kísérlet mellett, hogyha véletlenül kezünkre menne, és azért nem ajánlott kesztyűbe csinálni, mert akkor érezzük a rácsöppen, higgadtan letöröljük és bő vízzel mossuk, amit most azért nem szemléltetnék. Egy csepp töménykénsavat cseppentek a papír törlőre, és nézzük meg, hogy mit is csinál. Szépen összeteszem. És látható a roncsoló hatása. Bemutatnám. Hát elvonja a vizet. Még kötött formában is. Egyszerűen rostok vannak benne. Tehát tényleg szétszeli. És ami a fekete, sötét szín, az nem más, mint a szén, ami megmarad ebből a cellulóz rostokból. Óvatosan félre is teszem ezt a kis töménykénsavval szennyezett anyagot. Hát nézzük meg, hogy mit tud elindítani ezzel ebben a kis porcelán tégelyben. Tehát még egyszer, a porcelán tégelyben porrá őrölt, porrá
zúzott kálium-klorát található és keményítő por egymással egyenletesen elkeveredve. És egy csepp kénsavat cseppentek hozzá. Nézzük meg, hogy... Hát ami látható, maradt belőle, ugye az nem más, mint ízecskék, felszabaduló oxigén, a keményítőt, annak legyen módja szerint elégette. Tehát még egyszer, ez a reakció csak akkor mehetett végbe, a kellő oxigént biztosítottunk a reakció számára, és ezt egy szilárd anyaggal, a kávé koráttal